ragyogásos jó reggelt kívánok mindenkinek, és ha hiszitek, ha nem, ez a következő epizód, ez már akkor készül, amikor már vissza is jöttem Szentpéterváról. De mielőtt belecsapnánk, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, és osszátok meg minél több emberrel, és a csengőről semmiképp se feledkezzetek el. Mi meg szépen battyogunk a Mirnával, kora reggel az iskolába. Sziasztok! Megyünk most az isibe, de nem akarok. Mirnácska, mesélj egy kicsit az iskoládról, illetve az, hogy milyen napod lesz ma. Aha. Most átadom neked a kamerát, aztán mondd el. Na, most lesz testnevelés órám, aztán zeneóra, aztán orosz nyelv, matek, és kapoéra. Ó, ma kapoéra edzés lesz, ugti? Igen, a kapoéra ez ilyen edzés, nem tudom, hogy elmondjam. Igen, az jó rendes edzés, mert mindig ilyen vagy a kapoéra után. Sziasztok! Sziasztok! Tipikus moszkvai látkép. Egyértelműen érezhető, hogy ma sem lesz strandidő. A mai program pedig az, hogy két nagyon fontos megbeszélésem lesz az új projekt kapcsán. Először is a rendezővel, hogy tisztázunk egy-két fontos momentumot az új koreográfia kapcsán, a másik pedig a díszlettervezővel, ami nagyon-nagyon fontos, úgyhogy lesz ma bőven teendő. Mielőtt hazamennék, beugrottam egy finom kávéra, és megmutatni nektek egy kis kulináris különlegességet. Oda néz, török méz. Már régen volt ilyen édességes mutogatás. Oda nézzetek, gyönyörű, szép és finom kenyerek. Finomabbnál finomabb saláták. Kávé szívecskével. Isteni finom. A készülő darabnak pedig az eseménye, időpontja az előző század elején játszódik. A címe pedig az lesz, hogy Russian Ragtime. Amikor elkészül a darab, akkor Moszkvában lesz a bemutató, majd útra kell, és több oroszországi nagyvárosban lesz majd előadás belőle. 12 táncos szerepel majd benne, és ahogy az lenni szokott, lesz benne szerelem, csalódottság, nagyon sokféle színes karakter, és nagyon-nagyon jól összeválogatott gárdával, hihetetlen tehetséges és profi táncosokkal lesz a Balsó Színházból, a Stanislavski Színházból, és szabadúszó táncosokkal is. Úgyhogy ez egy vegyes produkció lesz, nagyon-nagyon várom az első próbát, ami holnap után lesz, addig pedig, ahogy ezt említettem, megbeszélések és előkészítések a próba folyamathoz, illetve kell legalább 2-3 hónap, mire az összes kosztüm és színpadi kellék díszlet elkészül. Most pedig irány haza! Az első megbeszélés nagyon jól ment, bár nem sikerült mindent befejezni, este folytatjuk,
de láttam valami nagyon érdekeset, amit szeretnék nektek is megmutatni. És itt is vagyunk, nézzétek! Az LMBTQ és a gendersemleges WC. Ennyire egyszerű. Oroszországban nincs diszkrimináció, az meg be a mosdóba, akinek kell, és utána kijön, és megmossa szépen a kezét. Ez ennyire egyszerű, ebből nem kell ekkora ügyet csinálni emberrel. Ha-ho! Heteroszexuális vagy, homoszexuális, biszexuális, vagy akármilyen szexuális, tök mindegy. Az oroszok ennyire egyszerűen oldották meg a dolgot. Akármelyik WC-be bemehetsz, és csak kívülre rakták a csapot, illetve mindegyik WC-be van még egy kézmosó, de nincsen szétválasztva a női és a férfi WC, úgyhogy akárki bemehet. Ma ennyi fért ebbe az adásba, és kérlek írjátok meg a véleményeteket, hogy ti mit gondoltok erről a gender semleges toalettről, ami Nyugat-Európában, illetve Amerikában is ugye egyre nagyobb divatja van, és hát, mint látjátok, ez baromi egyszerűen meg lehet oldani. Azt hiszem mára ennyi. Iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, és osszátok meg minél több emberrel. Nem mellesleg lent megtaláljátok az összes adatot, hogyha tudjátok támogatni a helyzetet, és a csengőről se feledkezzetek el. Paka!